Ezentúl ebben a tágas és világos váróba érkeznek a betegek a megújult sürgősségi osztályon. A részleg több, mint 1400 négyzetméteres, ahol modern körülmények között gyógyítanak. Átlagosan naponta 110 beteget látnak el. Rendkívül jó szakorvos és orvosellátottságnak örvendünk. Az országban általában a sürgősségi ellátóhelyek fő problémája az orvoshiány. Nálunk 20 főállású orvos dolgozik, 15 szakorvos, 5 szakgyakorlatos orvos. A 15 szakorvosból 11 sürgősségi orvos, ami rendkívül ritka az országban, ez egy hiány szakma. Ezen kívül több szakvizsgás orvosaink vannak, belgyógyászok, kardiológusok, neurológusok és intenzív terápiás szakorvosok is. A citromsárga tömbben működik ezentúl az egyes belgyógyászati osztály. Eddig több épületben látták el a betegeket, mostantól egy helyen a földszinten fogadnak mindenkit. De nem csak a járóbeteg, hanem a fekvőbeteg ellátás is korszerűsödött. Jelenleg 113 ágyal működik az osztály. Lesz most már lehetőségünk endoszkópos ultrahangot végezni. Ez egy nagyon nagy lépés lesz majd. Az év második felében, év vége fele tudunk majd rutinszerűen ilyen vizsgálatokat csinálni, illetve a kapszulendoszkópia egy régi történet, aminek várjuk az OEB befogadását. A költözés után ezekhez hasonló térképek segítik a tájékozódást a betegeknek, de több táblát is felszereltek majd az autósok számára is. Fontos, hogy ne álljanak a mentőautók helyére, a gyalogosok pedig a sárga jelzésen belül közlekedjenek. A parkolási rend is így szigorodott a kórház területén, tehát akik normál parkolást szeretnének, azok csak azokban a parkolóhelyeken vegyék igénybe, akik erre jogosultak. Itt a terveink között szerepel, és reményeink szerint még ebben az évben meg tudjuk építeni a parkolóházat, parkolólemezt, ami egy 360 férőhelyes parkolóházat jelent. A tömbök kiépítésére összesen 15 milliárd forintot költöttek, a fejlesztések azonban a jövőben is folytatódnak. Egységes informatikai hálózatot alakítanak majd ki, de több osztály is felújításra vár még. A 80-as évek elején készült sebészeti tömbünk, illetve szakrendelő STK rendelés, vagy rendelőintézetünk, azok hát akkor is technológiával készültek, rendkívül elavultak, rendkívül, hát hogy mondjam, energiapazarlók, úgyhogy ezügyben vannak elképzeléseink, amit szeretnénk megvalósítani, illetve különböző műszereknek a beszerzése is terveink között szerepel. Lesznek lehetőség, ez úgynevezett KEHOP pályázaton belül, hát ultrahangoknak a újra beszerzésére, illetve a épületeinkben lévő klimatizációknak, lifteknek a cseréjére is. Egy 400 négyzetméteres helikopterleszálló pályát is kiépítettek a C épület tetején. Jelenleg a légügyi hatóság engedélyére várnak, azután azt is használatba veszik.